Festői környezetben várja a horgászni és pihenni vágyókat a megszépült és halban gazdag bikácsi horgásztó. A falu központjától néhány száz méterre lévő felújított tavat májusban nyitották meg egy baráti, családias hangulatú ünnepségen. A megnyitón Bikács polgármestere is jelen volt, aki örömét fejezte ki abban, hogy az önkormányzat egy megbízható üzemeltetőt talált. Maga a létesítmény biztos, hogy karban lesz tartva, tehát hosszú távra biztosítja azt az elvárást, amiért tulajdonképpen készült is. A létesítmény amellett, hogy helyben is teljes kikapcsolódást nyújt, Bikács idegenforgalmát is fellendítheti. Szeretnénk azokat a rejtett tartalékainkat feltárni, amik vannak, és bekapcsolódni mindenféleképpen az országos idegenforgalomba is. Tudnék, ma azt látni kell, hogy ezek a menő idegenforgalmi helyek, ezek már mondjuk meg az őszintét le vannak harcolva, nem annyira érdekesek, és egy-egy ilyen új belépő szerintem, főleg szűzterület, az érdekességként mutatkozhat azoknak a számára, akiknek erre ingerenciájuk van. Nem biztos, hogy el kell szaladni Kuala Lumpurba, hanem fedezzük fel először azokat az értékeinket, amelyek magunk körül vannak, amiket főképpen ugye, amiket az ősök már egyszer létrehoztak. Az üzemeltetők vendégszeretetét jól tükrözi, hogy szívvel lélekkel sütötték a finomabbnál finomabb ételeket a meghívottak legnagyobb örömére. Ház Ádám és családja több lehetőséget lát a tóban, terveiket mielőbb szeretnék megvalósítani. Ez a tó, ez itt a környékben kiemelkedő. Ezt minél szebben felvilágoztatnánk. Amit mi szeretnénk kihegyezni, ez a horgászat. Olyan halakat szeretnénk idehozni, olyan szolgáltást szeretnénk itt, ami nem is alkalmazni, nem csak Bikácsra vonatkozik, hanem országos honlapot is készítünk, és szeretnénk itt kempingeztetni. Itt ott egy házikó is állhatna majd szembe, amik itt letelep szeret, megismerkednek Bikács kultúrájával, aztán itt kellemes napokat töltenek el. A horgásztót és közvetlen környezetét uniós forrásokból újította fel a bikácsi önkormányzat 2007-ben. Elkészítették a térköves sétányt, padokat helyeztek el, kialakították a mellékhelyiségeket. Horgászengedély nem szükséges, elég csupán napi jegyet váltani. Ezt a horgászok már reggel 6 órától megtehetik. A teljes nyitvatartási időben büfé üzemel, kedvező áron kapható étel, ital. Érdemes tudni, hogy alapvető horgászfelszerelési eszközök és csali is vásárolható. Minden nap nyitva állunk a horgászok rendelkezésére. A napi egyet itt lehet megvásárolni, reggel 6-tól este 7-ig várjuk a horgászokat. Akkor a fogott halat azt nem kötelező megtartani, vissza lehet engedni. Ha valaki el szeretné vinni, pedig kilóra tudja megvásárolni. A tó könnyen megközelíthető, a 63-as útról a Bikácsi templomnál kell elfordulni, és onnan csupán 2-300 méterre található a horgásztó. A tó elsősorban ponyban bővelkedik. Ebből 15 mázsa került betelepítésre. Ezek sziki pontyok, átlagsúlyban valamivel 2 kiló fölött vannak. A tóban van még kárász, illetve harcsa és amur. Ezeket mi telepítettük bele, illetve ami 8 éve betelepítésre került, valószínűleg abból az állományból is van még benne. Ezek már nagyobb példányok. Igen. Azért szeretjük a horgászatot, mert természetben kint vagyunk, pihenünk, jól érezzük magunkat. A jövőben bográcsozásra, főzésre, grillezésre is lehetőség lesz, a tó melletti tisztáson pedig kempingezni is lehet majd. Későbbiekben tervezzük majd esetleg mobilházak építését is, ezt az következő 1-2 évben, hogyha lehetőség nyílik rá, akkor szeretnénk is megvalósítani. A megszépült horgásztó az egész család számára nyugodt kikapcsolódást, pihenést biztosít. Most